Az okostelefonok, táblagépek vagy számítógépek széleskörű elterjedésével egyre gyakoribbá válnak a kibertámadások, egyre könnyebben válhat bárki internetes csalók áldozatává. Sajnos a legkiszolgáltatottabbak az idősek, akiktől gyakran súlyos érzelmi zsarolással próbálnak komoly összegeket vagy banki adatokat kicsikarni. Mit tegyenek és főként mit ne tegyenek saját biztonságuk, személyes adataik pénzük védelmében, mindenről Vészabó Péter IT szakértőt kérdezzük, aki itt van a stúdióban. Jó estét kívánok, köszöntelek a mozaikban. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Vélhetően nagyon-nagyon sokan kaptak már olyan üzenetet, vagy telefonhívást, amelynek megfogalmazója egy intézmény, például egy bank mögé bújva, próbálja rávenni a címzettet, címzetteket, hogy adja ki személyes adatait. Akár egy internetes oldalon egy kérdőívet kitöltve, akár SMS-en, vagy személyesen telefonon. Mit kockáztat az, aki ezt megteszi? Elsősorban a, a személyes adatoknak óriási értéke van. Nagyon sok esetben az is történik, hogy a csalók ezeket tovább értékesítik, ugyanis a, a személyes adatok főleg... A, a banki adatok nyilván direktben alkalmasak arra, hogy uh, bármilyen csalást elkövessenek ezek a bűnözők. Itt gondolhatunk arra, hogyha nyilvánvalóan, ha megadjuk a bankkártya számunkat, és annak ellenőrzőkódját és lejárati dátumát, akkor azután az mindenki tudja használni egy online felületen, online vásárlásra. Nem kell neki fizikailag a kártya a kezében legyen. De sok esetben ennél uh, rafináltabbak ezek a bűnözők, és uh, például a, a személyi szám, és a, a név, és a telefonszám birtokában uh, megpróbálhatják az illetőt megszemélyesíteni, aminek aztán uh, rengeteg uh, ugyancsak nagyon uh, káros és nehezen megoldható következménye lehet. Gyakorlatilag ez, ennek egy teljes uh, lassan már kutatási területté vált ez a, az angol szóval identity theft, amikor valakinek a személy azonosságát virtuálisan ellopják, és utána az illető ki tudja magát adni, mint az, akinek ellopta az adatait. Manapság már mindenkiről rengeteg fotó van az interneten, úgyhogy ez abszolút nem gond, és hogyha ha ennél érzékenyebb információkat megkapnak, ami akár lehet már egy telefonszám és egy név már az is elég lehet arra, hogy bizonyos országokban akár egy, vannak ezek az úgynevezett gyors hitelek, felvegyenek az illető nevében, és, és nyilván ilyenkor a hitelügyintézővel összejátszva megpróbálnak nyilván törvénytelen javakhoz jutni, és utána nagyon nehéz dolga van az illető felhasználónak, főleg hogy ma már ez nem csak az országon belül történik. Ugye emlékszünk még arra, hogy a 90-es években volt olyan eset, hogy a személyes adatokat megszerezve valakinek eladták a házát, meg ilyesmi. Romániában szerencsére ezt ma már nem lehet ilyen formában megoldani, viszont az senkit nem állít meg, hogy vannak határok, átmennek egy olyan országba, ahol lazábbak a jogszabályok, és mit tudom én, vannak ezek a nagyon gyors kölcsön megállapodások, amihez kell egy név, egy cím, egy, egy személyazonosság igazolvány, amit egy egyszerű fotóról mind be tud szerezni az illető csaló. Éppen ezért, hogy egyszerűbb és gyorsabb legyen, nagyon sok esetben személyigazolványról kérnek valamilyen ürügyjel fotót, és itt az ürügyeknél, Romániában az egyik leggyakoribb, az, az a kifogás, hogy a rendőrségtől keresik, és valamilyen, most mindegy is, hogy milyen bűncselekményben gyanúsítottként szerepel, és akkor kérnének gyorsan egy, egy személyazonosság igazolványról egy fotót, hogy kitisztázódjon, hogy az alatt a név alatt ez egy másik személy. Például azt mondja, hogy én vagyok XY ezredes a román rendőrségtől, és elmondja az illetőnek a nevét, amit már a szociális médiából megszerzett, és önt azzal vádoljuk, hogy betört nem tudom hova. És akkor persze az illető azt mondja, hogy én biztos nem, és a többi, teljesen jogosan, és utána megpróbálja ezt kitisztázni, azt gondolva, hogy egy valódi rendőri személlyel beszél, és, és közben akkor, hogy ez minél gyorsabban tisztázódjon, minden adatát képes megadni, sőt, bizonyos esetekben arra is volt sajnos Romániában példa, hogy egy ilyen, egy ilyen rendőrös csalással az illető odáig ment, hogy mikor látta, hogy nagyon fogékony az áldozat, hogy minden adatát abszolút megadja az első kérésre, akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor intézzük el okosan és gyorsan, itt ez a, bankszámlaszám, és akkor ide utaljon ezer lejt, és akkor egyből eltűnik ez, a, ez az irat csomó, és, és voltak olyan esetek, hogy ez, ez sajnos bevált. Van is egy statisztika amúgy, hogy Romániában a, az emberek a, a, most már több mint két harmada valamilyen formában élete során internetes csalás áldozatává már várt, de ami még ijesztőbb számomra, hogy 19%-a a megkérdezetteknek ebben a felmérésben már legalább három alkalommal vagy többször várt ilyen csalás áldozatává. Nézzük a dolgokat nagyon röviden, hiszen a percek nagyon gyorsan pörögnek. Ha valaki telefonál, lehet az egy rendőr, meg álcázott személycsaló, vagy egy nem tudom, banki ügyfélszolgálat nevében telefonáló csaló, honnan tudjuk, hogy ő az, és valóban nem egy rendőr, vagy a banki ügyfélszolgálat hívott fel bennünket, főleg, hogyha nekünk ott folyószámlánk is van annál a banknál. Elsősorban onnan, hogy amint ezt a, a bankok is és a rendőrség is igyekszik tájékoztatni a polgárokat. Ezek az ügyintézők soha nem fogják a mi személyes adatainkat kérni. Miért is tennénk? Ugye a banknak megvannak a mi személyes adataink, és hogyha adatvisítésre van szükségük, akkor pedig megkérnek, hogy fáradjunk be egy bankfiókba, vagy ezt meg lehet tenni online, de semmi esetre nem telefonon fogják ezt végig kérdezni. Tehát nem kerül ilyenre soha. Igen, ez, ez egész biztos, hogy ezek mind csalás lehetőségek, és, és ugyanakkor pedig onnan is gyanús lehet ez, hogy a, a, a bankok, és ugyanúgy a rendőrség és más, más szervezetek is nagyon kevés esetben hívnak fel valakit direktbe. Nem tudom, hogy így a. A nézők közül hány emberrel fordult elő az a valóságba, hogy őt felhívta telefonon a rendőrség, így minden ok nélkül adatokat. A rendőrség egyet kopogtatni fog valószínűleg. Igen, és ugyanúgy a bank esetében is általában nekünk kell bemenni. Ez egy nagyon ritka és nagyon valószínűs lenni, és egy nagyon specifikus eset, egy nagyon konkrét okkal fognak felhívni. És, és ugyanakkor pedig, ami nagyon fontos, hogy próbáljuk meg. Um, Valamilyen formában az illetőről aki hív adatokat kapni, hogy nekünk is legyen valamilyen támpontunk. Nagyon sok esetben az történik, hogy ha, ha visszakérdezünk, mint például egy ilyen esetben, hogy rendőri eljárás van, amit, amit a rendőrség is ajánl, és én is azt tudom ajánlani, hogy abban az esetben, hogyha tényleg, mondom ez az ezerből egy, hogy tényleg a rendőrség keres minket, akkor mindig meg tudjuk csinálni azt, hogy az 112 segészhívó segélyhívószámot felhívjuk, és ott is át tudnak kapcsolni a megfelelő személyhez, és előbb-utóbb el tudunk akkor jutni az illetőzés, és ez egy teljesen biztonságos mód. Mindössze egy percünk maradt, úgyhogy nagyon röviden szeretném azt megkérdezni, hogyha van egy idős személy, aki jelenleg csak ismerkedik az internet világával, mert a, a gyermeke, az unokái külföldre szakadtak, és szeretné velük tartani a kapcsolatot. Mit ne tegyen, hogyan tud különböző kémprogramokat telepíteni tudta nélkül a számítógépére, és akkor megfogalmaznám tulajdonképpen a csatlakozó kérést, kérdést is, hogy hogyan védekezzen ezek ellen, melyek a tippek, szűk egy percünk van. A statisztikák azt mondják, hogy a legtöbbször az idős emberek esetében nem az illető teszi fel ezeket a programokat, hanem a, az unokák a játékokkal. Ugye nagyon egyszerű odaadni a, a, a kisunokának a telefont, hogy töltsön le egy játékot, nagyon sok esetben ezek az ingyenesnek tűnő játékok vagy pénzbe kerülnek valamilyen cseles módon, vagy még inkább ellopják az adatokat, ez az egyik. A másik pedig. Ami, ami, szintén nagyon fontos, hogy mindig frissítsük a telefonunk operációs rendszerét, amit amúgy automatikusan megpróbál a telefon felajánlja és a többi. Ezeket el kell fogadni, mert az operációs rendszer frissítésekkel, amit a telefon szeretne, biztonsági is mindig befoltoznak. Ugye ez egy folyamatos verseny a szoftverfejlesztők és a bűnözők között, és csak úgy tudunk valamennyire biztonságban maradni, ha a Segítünk a szoftverfejlesztőknek, hogy amint megoldottak egy problémát, egyből a frissítéseket elfogadjuk, és akkor nem tudják ebből kiindulva ellopni az adatainkat. Így tudunk tehát a leginkább és a legjobban, leghatékonyabban védekezni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.